Sziasztok, megérkeztünk Nagy Iccébe, és innen fogom majd bejárni a Rákosszentmihályi HÉV-nek a vonalát. Egyébként itt van az áramátalakító, ez már HÉV-hez tartozik, és már a kezdeti időkben, amikor a villamosítás a vonalnak elkészült, innen kapta az áramot. Ez a saját áramfejlesztő telepe volt a HÉV-nek. Tehát ez most már nem így van, most már az országos elektromos hálózatra kapcsolód. A HÉV vonal egy részét mindig itt látják el árammal. Van még egy hasonló áramátalakító Magyaródon, és egy a Kavisbányai elágazásnál, ott Ilona telep és Kistarcsa kórház között. A távolban van az állomásépület, és mindjárt arrafele fogunk menni. És ott még van egy kiágazó iparvágány, és még azt is megnézzük, és utána irány a Rákosszentmihályi delta vágány, és utána a Rákosszentmihályi szárnyvonal. Felvételi épület hátulról, és akkor mindjárt megnézzük a másik oldalát. Egyébként itt néha van szolgálat, mert ugye fontos figyelmeztetés. És úgy tudom, hogy normál esetben a Gödöllői HÉV az egyetlen még, ahol balmenetes közlekedés van. Tehát az Örs felől érkező vonalok azok erre a vágányra jönnek, a Gödöllő felől érkezők pedig ide. Ez olyan szempontból előnyös, hogy a buszra átszállás sokkal egyszerűbb, főleg itt ugye látjátok, ott van a buszmegálló, és akkor itt, ahogy megáll a HÉV, de például a Rákosfalván is így van, meg ugye a vonalmentő gyakorlatilag mindenhol. És egyáltalán ott a felvételi épület, és egyébként itt vonaljelentő térközőri szolgálat is volt, és időnként megnyitják, mint szolgálati helyet. És hát általában főleg akkor, amikor vágányzár van, vagy pedig valami rendkívüli eset, baleset valami miatt szintén egyvágányozni kell. És egyébként arrafele vannak az iparvágányok, ott régebben volt egy tüzértelep, és annak a rakodóvágánya még megvan. Itt volt még két másik rakodóvágány, sőt még kiágazott a Láncsóhúza fele még egy, amelyik a volt katonai bázisra ment. Hát ezeket ugye már korábban megszűntek, a teherszállítás véglegesen a HÉV-nél 1996-ban szűnt meg. Igazából magyarázat nélkül a BKV állította, pedig annak ellenére, hogy nyereséges volt. Azóta már csak üzlemi menetek, vagy hát ilyen pályafenntartási menetek használják, ugye teherforgalomra a vágányokat, és itt viszont tehát itt van a váltó, és hát látszik, hogy már rég nem használták, de ez az iparvágány kiágazása még megmaradt, viszont használni nem használják, és ráadásul nem is járható már a vágány. És volt még egy iparvágány, ott arrafele tovább, csak annak az űrszelvényébe épültek az oszlopok. De már mindjárt tovább megyünk, megnézzük. Láthatjátok, hogy itt is volt egy vágány, csak itt rá is aszfaltoztak, sőt itt is volt egy. Ennek a nyomai megvannak, csak itt a szalagkorlát is beleépült az űrszelvénybe, meg az oszlopok is korábban. És ott, igen, ez a vágány vezetett ott tovább a rakodóhoz, ott volt egy rakodója a tüzéptelepnek. Azt most ilyen skateparknak használják, vagy ilyen gördeszkapálya van ott. Hát úgy is arrafele megyek majd, szerintem azt is meg fogom tudni mutatni. Meg kell említeni azt is, hogy miről kapta a nevét Nagy Iccé. Itt volt itt valahol ott arrafele, ott a lejtold autókereskedés helyén, ott volt egy kocsma. Azért hívták Nagy Iccének, mert nagyobb egységnyi italt adtak egy Iccének az árában, hogy másképp mérték az Icce fogalmát, vagyis hát a mértékegységét, hogy több volt, mint az átlagos helyen, és innen kapta a nevét a Nagy Iccé. És egyébként maga az épület az megvolt még a 2000-es évek elején is. Műemléképületnek is nyilvánították, ilyen régi vályagépület, hát nem volt már új állapotban, de menthető lett volna. És amikor az autókereskedés megvette azt a helyet, akkor ugye kötelezték is rá, hogy ezt újítsa fel eredeti állapotába, illetve állagmegóvást végezzen rajta. Hát nem valósult meg, hogy még slaggal is locsolta a régi vályagépületet, hogy minél jobban tönkre menjen, és lehetőleg dőljön össze. De úgy tudom, hogy még így se dőlt össze magától, tehát fogta és eldózeroltatta, hát emiatt viszont kapott pénzbírságot a Műemlékvédelmi Hivataltól, viszont ez belekalkulálta az árba, és így is megérte neki. És hát komolyabb büntetés meg ezért nem kapott, úgyhogy végül is az épület az így tűnt el. És hát gyerünk, hogy itt is volt egy kiágazás, tehát itt látszik még a vágány, amelyik a tüzéptelep fele ment. Ennyi, gyakorlatilag ráholták a sarat, meg ráaszfaltoztak, de megvan. És még ott is látszik, hogy hol volt a régi iparvágánynak a bejárata. Hát itt volt a másik kapu mellett az iparvágánynak a bejárata. És hát ugye a lakodást azt is itt végezték el, itt volt egy oldalrakodó, és egyébként mondom, itt is volt egy vágány. Ennek a helyén fogok most lenni. És itt is az oldalrakodónál itt lehetett ugye árút kiberakni. Egyébként itt még megtalálható az is, ahol a kiágazóváltó volt és a Láncsóhúza utca fele mentek a vágányok, de az már egy picit nehezebb, de még megvan, és sőt még a Láncsóhúza utcában még a régi felsőletét tartó oszlopok is megvannak, illetve ott a legendás hölfőzőnek a telephely előtt még vágányok is vannak. Hát most egyen akkor haladok tovább a Rákosszentmihályi kiágazás fele, és a mai videó témája az lesz a Rákosszentmihályi HÉV-nek a hurokvágányán fogom bejárni. Itt van az oldalrakodó, amit most ilyen különböző elemeket raktak rá, és ilyen gördeszkások meg bőrkolisok használják. Egyébként most is vannak itt ketten, úgyhogy nem is nagyon filmezek odáig. De szóval használják, tehát a rakodó az funkciót váltott, de ugyanúgy használatban maradt. Ugye ott fordul be egy 277-es busz, a Tököli úton az jár, egyébként az Őrstől a Bosnyák térig jár a 277-es, csak ilyen kerülő utakon, és feltárja ezt a Rákosszentmihályi részt. És ott már látszik a szájvonalnak a kiágazása. Egyébként ebből a deltából meghagytak egy szakaszt, amit szerelvényforgatásra még mai napig használnak. Majd meg is fogom mutatni, hogyha odaértem. Látjátok, itt van a kiágazás. Ó, a kamerával valami probléma volt, és így felemegy. És itt van egy épület, amit megkerül, és a másik oldalt a Gödöllő felőli végén, vagy csak kimondom, is van egy delta vágány, és mind a kettő még használatban van. Tehát a vágányzáró sorompó is új. Na most itt évente kétszer-háromszor megszokták a szerelvényeket forgatni. Egyszer már sikerült is itt elkapnom egy szerelvényfordítást, amit videóztam, megfotóztam is. Még a másik oldalát is megnézem. Na, megérkeztünk a másik kiágazáshoz, és látjátok, hogy és ezt pont azért hagyták meg a Rákosszentmihályi HÉV-ből, mert szerelvényforgatásra hasznos. Hát, hogy a felső vezetéket már leszették, de az oszlopok még megvannak. Ugye nyilván ez a szájvonal is villamosítva volt. Egyébként ott valami építkezés is zajlik. Hát ezt majd... De szerintem ott... Ja, csak azt szerintem a szemközti háznak építenek parkolót. Van itt egy épület itt a két delta vágány között, ami valószínűleg magánlakásként most lakják, egyébként autók parkolnak az udvaron, tehát biztos, hogy lakott. És egyébként ezt a részt itt Alfaköznek hívják, pont ugye az egykori vasútra emlékeztet, még az utca elnevezés is. Na és közben akkor megérkeztünk, itt vagyunk, és itt van a delta vágány, és nagyjából eddig van használatban. A másik részén már parkoló is épült a vágányokra, viszont meghagyták még itt valameddig, tehát hogyha szükség van, akkor fel tudnak itt tovább is húzni a szerelvények. A szerelvényfordításkor egy szimpla szerelvénynek ugye motorpót egészen idáig fel kell húznia. Itt ahol most a parkoló van, ugye nem erre akarsz jönni, jól van. Elment tovább egyenesen. És ott szembe az az épület, az szintén az megállóhely volt, és a hévhez tartozik. Ezt nézzétek, eddig tart maga a vágány, eddig van meg. Egyébként itt látjátok, itt megvan, csak hogy az autók itt engedélyezetül átparkoljanak. És itt ráadásul van egy eltöltőpont is, tehát ide csak elektromos autó állhat. És egyébként gondolom, hogy ha szerelvényfordítás van, vagy a vágányt használják, akkor itt lezárják ezeket a parkolókat arra az időre. Általában ezeket kora reggel szokták megcsinálni. Ez az épület, ez volt a Sashalmi tér vasúti megállóhelynek az épülete, és a sinek azok itt mentek előtte. Itt egy kétvágányú szakasz volt, és itt tovább ott a Sashalmi sétány fele mentek a sinek, úgyhogy megyünk arra mi is tovább. Itt nem olyan lehetéken se fotózni, se videózni, mert itt mindig van valaki, hogy látjuk. Most is lottózó, dohánybolt, minden van benne, és egyébként a sétánykávézó söröző is a... Azt mondja, hogy ugye ide később kiépült a Sashalmi sétány. Ez a 1970-ben szűnt meg a szárnyvonal, és akkor annak a helyére. Sinek helyére épült. És akkor itt vagyunk, ez a Sashalmi sétány, itt az egyik vágány helyén épült ez a járda. Hát itt korábban csak és simán felszették a sineket, és itt ilyen földút volt, meg ösvény a vágányok helyén. Hát ez később 2011-12 környékén ezt rendbe tette az önkormányzat itteni, és azóta hát látszik, most már kinéz valahogy. De egyébként itt halad tovább a vonal egészen a Rákosi utcáig, úgyhogy megyünk mi is tovább. És egyébként 1970-ben szűnt meg ez a szárnyvonal, amikor átadták a 2-es metrót, ugye ugyanakkor vágták vissza az őrsvezértelével a Gödöllői HÉV-et és a keleti pályaudvarról. És hát akkor gyerünk tovább. Hát itt látszik, nem pontosan követi a járda a sinekvonalát, mert abban ilyen kunkorok nem voltak. És itt vagyunk a Sashalmi sétány meg a Rákosi út sarkán, és itt látszik, hogy hol fordult be a HÉV. Bizony itt egy ívben ment a Rákosi út, és itt a jobb oldalt ment. És ez a kanyarodó sávnak azért ilyen az íve, amilyen, mert itt ment, és igen, az a szemben lévő épület, amit most éppen eltakar a busz, de ugye megy, na, az is egy megállóhelynek volt az épülete, ez a Rákosi út vasúti megállóhely volt. Viszont a nyomvonal itt szemben csak 1924-ben épült ki, 1924 előtt egy nagyobb hurkot járt be. Először azt fogom bejárni, aztán majd visszajövök ide, és ilyen ellentétes irányba, de bejárom ezt is. Most tovább fogok menni arra, mert eredetileg is ment. Tehát most itt ilyen hívpótló járatként fog közlekedni. Tehát ez a szakasz, amit hogyha valaki látta a Lóvasútot bejáró videómat, ugyanitt mentem, csak a Lóvasút az arról jött. Tehát ugyanígy a Rákos utcán visszament, és az Ilona utcánál fordult be, és végigment az Ilona utcán egészen a Csömeri útig. Gyakorlatilag ott az úton ment a vágány mellettünk. És ilyen ígyben fordul be. És képzeljétek hozzá azt a csikorgást, mondjuk, amit a Gödöllői HÉV csinál a palotakerti hatalmas hívnél, na valami olyasmi lehetett a csatazaj. És állítólag itt az emelkedőn, itt nagyon megszenvedtek a szerelvények, főleg a későbbi időszakban, amikor még lassú jel is volt, és akkor ilyen öttel meg tudtak így nehezen fölkapaszkodni. Ezt állítólag egy környékbeli lakos mesélte még annó, az egyik ilyen, hát úgymond baráti ödözésünk alkalmával, hogy még emlékszik arra a gyerekkorából, hogy sokan csinálták azt, hogy amikor itt ment a vonat, akkor olyan lassan ment, hogy menet közben leszálltak a vonattól, sétáltak egy kicsit mellette, aztán visszaszálltak rá. Itt néha annyira lassan tudott csak menni, főleg amikor tele volt. Ugye miatt az emelkedő azért nagyon megszenvedett. Itt vagyunk a Rákosi út és az Ilona kereszteződésében. Itt, ahogy a Lóvasúti videóban is már említettem, itt látszik az íven is, hogy hol fordult be. Tehát hát volt 2 év, amikor a Lóvasút meg a szájvonal az egymás mellett jött, de a sinek azok itt jöttek tovább. Egészen. És hát ami még árulkodik róla, az egy felső vezetéktartó oszlop, ami itt megmaradt. Ilyen villanypóznaként hasznosították, de ez a vonalhoz tartozott. És így gyakorlatilag itt, ahol az autók parkolnak, itt ment tovább az a vágány. És itt egészen nyílegyenesen ment a Csömöri útig. És ezt fogom bejárni, és majd mutatok egy megmaradt kilométerkövet. Érdekes, hogy itt nem 100 méterenként szervényezték a pályát, hanem kilométerenként, és a 3-as kilométerkő itt megmaradt. Az egyik utca előtt, azt hiszem, hogy hát kicsivel arrébb, pár házzal arrébb ott van. És itt is volt egy megálló, ez volt a régi Petőfi téri megálló. Hát most már Pálfi térnek hívják, régen Petőfi tér volt, és ez volt a megállóhelynek az épülete. Hát szerintem úgy látom, hogy magánlakásként, de az biztos, hogy lakják, láttam parkolóautót is a kertbe, tehát ez biztos, hogy lakott. És igen, magánlakásként tovább van. Hát, és ráadásul majdnem eredeti, de műemlékvédelmi épület is lehet, mert de hogy fel lett újítva, az biztos, az látszik rajta, de az eredeti állapotában, tehát vakolatdíszek, meg minden megmaradt rajta. És ezt nézzétek, itt van a 3-as kilométerkő, ennyi maradt meg a vonalból. Ez itt van az Ilona utcában, ez bárki megkeresheti. Egyébként elmondom, hogy 67-es szám alatt van, mert még az sem nagy titok. És akkor látjátok, itt van. Nagyon látszik már, mert lekopott a jelzés, mert nem tudom a kamera mennyire látja, de egyébként itt van a 3-as. Tehát akkor még itt valamilyen oknál fogva itt kilométerenként szervényezték a pályát, nem 100 méterenként, hogy a vasútnál szokás. És mindig a vágányok mindig itt mentek, nagyjából ahol parkoltak az autók. és egészen a Csömeri útig, és itt nyílegyenesen. És akkor megérkeztünk a Csömeri úthoz, tehát innen egy ívben fordult ki a szárnyvonal. Egyébként hát ott van valamennyire, ott talán látszik, bármi széles kanyarodó sáv itt nincsen, de itt jött ezt egy régebbi kép. Egyébként megemlíteném Hamstert és a Homepage oldalt, ahol na, gyűjtöttem az anyagot, plusz ott van a térkép, és ahol be van rajzolva a nyomvonal. Ezúton is köszönöm neki, de majd a leírásba is be fogom tenni, hogy itt van, és akkor itt fordult ki a Csömeri útra, és itt ment tovább. Hát itt se látszik már szinte semmi belőle. Ráadásul ugye ez a ház, ez újonnan épült ide. Itt a régebbi képeken itt egy másik épület van, ahol azért jobban látszik, hogy itt a sarkai azok ilyen ívesek voltak. Nyilván azért ott mentek a sinek. És egyébként itt még egy másik képen látszott, hogy ott a töltést támasztotta ott az árokparton, ott arra használták a vasúti sineket. Hát nem hiszem, hogy az meg lenne még, de megnézem. Ott nagyjából ott az a teherautóállott volt. Hát akkor itt a túloldalról mutatva, hogy így fordult ki a szárnyvonal, és hát itt már megcsinálták jobban itt a térst, meg itt volt egy vízelvezető árok régebben, és azt támasztották meg itt a sinekkel, de hát ebből már semmi nem látszik. És egyébként nagyjából egy sarokkal arrébb ott volt a végállomás, és annak az épülete elvileg még megvan, ezt is megpróbálom megkeresni, és ha sikerül, akkor meg is mutatom nektek. Térkép itt is előleg megálló, tehát itt volt a Csömöri út megállóhely, az Érsekújvár utca és a Csömöri út kereszteződésében. Hát nem biztos, hogy ez az épület volt az, sajnos képem nincs róla. Hát, hogy ez később épült ide, hogyha 1970 óta, akkor nem ez volt. De itt volt egy megállóhely Csömöri út néven, és akkor valószínűleg itt mentek a sinek. Vagyis hát egy, mert itt egy vágány volt. És akkor itt lehetett egy peron. És egy kicsivel arrébb ott lesz a végállomás. És valószínűleg ez volt a Rákóczi út vasútállomás, vagyis hát a végállomásnak az épülete. Hát nem tudom, aki képen látott, csak minimálisan hasonlít, de szerintem átépítették. És egyébként régebben ebben még egy kocsma üzemelt, már amikor megszűnt a HÉV utána is. És 1924 után a nyomvonal korrekció az így jött, hogy itt fordult rá a csúlyra, itt valamennyire az ív még látszik, hogy szerintem itt. Sőt, szerintem még jobban is látszanak, itt ez a Unix autókereskedés később épült ide, és ugye ameddig nem volt így, akkor még jobban kiadta az ívet, de szerintem így nagyjából azért még látszik. Viszont 1924 viszont tovább ment a Csömeri úton egyenesen, úgyhogy én is arra fogok menni. Szóval akkor 1924 itt az eredeti nyomvonal az még tovább ment, és majd csak a Pálya utcán tért le a Csömeri útról. Úgyhogy most ezt fogom először bejárni, aztán majd az ellentétes irányban a másikat is, mert itt még tovább fogok menni, itt a régi 69-es villamos nyomvonalán is. És akkor megérkeztünk a következő állomáshoz. Eredetileg itt fordult le a Pálya utcára a HÉV. Itt a Bikram Jóga mellett. Szerintem itt sem látszik semmi az légkörű nyomvonalban, ezt már 1924-ben fölhagyták, úgyhogy itt aztán végképp nem tudok semmit, és aztán Pálya utcán ment tovább egyenesen. Úgyhogy akkor hajrá! Megyek arra, és megvárom, még átvált a lámpa. És valaha itt ment egy egyvágányú hévvonal. Hát elég nehéz elképzelni egy ilyen szűk utcában, hogy itt vasúti szerelvények jártak, pedig igen. Úgyhogy itt is egy darabig a Pálya utcán ment egyenesen, aztán egy ívvel fordult rá a korábbi, vagyis hát a későbbi nyomvonalra. Valószínűleg azért is hagyták fel ezt a nyomvonalat, mert itt megállóhely nem volt, és egyszerűbb volt akkor ott a rövidebb útvonalon vinni. Tehát valószínűleg praktikus okai voltak, hogy menetidős spórolás, meg többi, hogy ez egy felesleges kerülő volt olyan szempontból, hogy itt nem volt megállóhely. És akkor itt vagyunk a Pálya utca elején, és a Budapesti út kereszteződésébe, és innen jött a HÉV, és szerintem ott még ott a járdánál látszik ez az íves izé, tehát szerintem valahol itt kanyarodhatott be, és itt ment tovább. És ott még a távolban látszik, ott látjátok, ott van egy felsővezetéktartó oszlop is. Még lehet, hogy az is a HÉV-hez tartozott. És innen egyenesen ment tovább a Rákos útra. Úgyhogy azt még megnézem, és utána viszont az új nyomvonalán még bejárom az ellenkező irányba, és utána még terde van ezzel, de az meg külön videó lesz a 69-es villamos, a régi, nem a mostani, a régi, és utána még, hogyha lesz rá idő, akkor a 65-ös is. Úgyhogy akkor hát menjünk tovább. Budapesti út, Sashalmi sétány, és a régi nyomvonal itt jött. Itt ívben fordult és csatlakozott be a régibe, és akkor innen két vágány ment arrafele tovább. Szer 1924-ben volt ez a nyomvonal korrekció, hogy akkor itt egyenesen jött a másik vágány, tehát ott levágtak egy ilyen nagy kanyaratot a Pálya utca fele, és akkor most ezt így, hát ellenkező irányba fogom bejárni, mint amerre a vonal ment, de itt volt. És akkor ez volt 1924 után, ez volt a nyomvonala a Rákosszentmihályi HÉV-nek. Hát most éppen mondjuk úgymond forgalomban szemmel mennék a vágányon, de itt erre jött. Lehetséges egyébként, hogy azért kerültek a Pálya utca felé, mert ott kisebb volt az emelkedő, és akkoriban ez még úgy tűnt, hogy nem leküzdhető akadály a szerelvényeknek, aztán eltelt egy 10 év, és ez már megoldott probléma lett. Vagy akkor az még nem volt annyira beépítve ez a terület, hát ezt nem lehet tudni. Valószínűleg sose fog már kiderülni, hogy akkor még így építették, de hát később meg rájöttek, hogy így sokkal egyszerűbb, és mint mondom, nem volt megállóhely azon a szakaszon, úgyhogy nem vesztett vele igazából senki semmit, hogy nem arra jött. És akkor itt szép, hát most, és itt ráadásul most szépen lejt az út, úgyhogy a Rákosi útról szépen le tudok gurulni. Ismét itt, csak most másik szemszögből. Itt a Rákosi út és a Sashalmi sétány, ezt nem használ. Tehát 1924 után már ténylegesen ugye itt áll két vágány, és akkor itt ágazott el az egyik, és jött ugye visszafele a Hurokba, ott egyenesen, tehát itt a Hurok vágány, ez akkor meg itt ágazott ketté, és ez volt a Rákosi út megállóhelynek az épülete. Itt egyébként volt fönt egy tábla, és ki volt írva, hogy Rákosi út, és tehát itt volt a megálló, és most valószínűleg ugye itt előtte a peron, itt váróterem, jegykiadás, hát itt bármi lehetett. És errefele ment itt a Csömeri úton, azt már mutattam, ott a Unix autókereskedésnél fordult le a Csömeri úttól. Viszont később ehhez hozzáépült egy szakasz egészen Rákospalotáig, és utána itt már H-jelzéssel Budapest keleti és Budapest nyugati pályaudvar közötti szerelvények is indultak. És akkor ismét itt. Ugye onnan jött egyenesen a vonal, és ez volt az új nyomvonal, mi közlekedett. Ott valamennyire látszik is az ív, hogy hol fordult be. És akkor a Rákosszentmihályi HÉV vasútvonal bemutatása az eddig tartott. Itt volt a végállomása is, és következő vonalon be fog állni, mert egyébként itt építették ám tovább a sineket, hogy egészen a mostani Rákospalota Máv telepig, ott a régi 69-es villamos járt, de ez már egy későbbi videó témája lesz. Úgyhogy akkor innen is köszönöm a megtekintést és a figyelmet, a következő videó az lesz, hogy tovább megyek és a 69-es villamosnak a nyomvonalát fogom bejárni, ugye a régi 69-es, ez nem a mostani, amelyik a Mexikói úttól közlekedik Újpalotára, hanem régebben is volt egy 69-es villamos, amelyik innen indult, és Rákospalota Máv telepig közlekedett. Ezt fogom most bejárni, úgyhogy az majd a következő videó lesz. Úgyhogy sziasztok!